Az első mérkőzésen kiállított, így eltiltását töltő Merin Mehmedovics helyett Brúgós Olivérrel a kispadon kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza. Az első negyedet a MAFS indította jobban, de 10 perc játék után már a hazaiak vezettek 6 ponttal. A második negyedben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a cápák, így a nagyszünetre 50-40-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után is tartotta előnyét a házigazda, majd a negyed hajrájában két Archibald 3-assal felzárkóztak a fővárosiak. A nem sokkal korábban technikait kapó Busz Iván egy sportszerűtlennek ítélt szabálytalanság miatt a kiállítás sorsára jutott, így a zárónegyednek csapatkapitányuk nélkül vágtak neki a hazaiak. A MAFC megérezte az esélyt, előbb-utól érte, majd el is hagyta a Nyíregyházát, és végül 12 pontos győzelemmel vette vissza a pályelőnyt. Nagyon nagyot küzdöttünk, hogy kiharcoljuk a harmadik meccset otthon. A sokadik védekezés váltásunk végre bejött, és megtaláltuk azt, amit szerettünk volna, és a csapat elkezdett hinni benne, hogy ez működhet. Nagyon örülök neki, mert nagyon-nagyon mélyről jött vissza a csapat, és tudta átvenni a meccs irányítását. Ez nem jelent semmi különöset, csak annyit, hogy visszavisszük a párharcot Budapestre, ahol viszont szeretnénk már a magunk javára fordítani a dolgokat. Nagyon-nagyon nem lesz egyszerű, mint hogy az elmúlt két meccs is megmutatta, hogy iszonyatos hullámvasút van mindegyik mérkőzésben. Megpróbálunk fölkészülni, és a lehető legjobban szerepelni majd a harmadik mérkőzésen. Minden meccs egy iszonyatos nyomás, hiszen nem három győzelemig, hanem csak két győzelemig tart a párharc, így nem öt meccsed van, hanem három meccsed eldönteni a története. Így aztán mindkét csapatra óriási nyomás van, mert így aztán mégképp érvényes az, hogy minden egyes labda birtoklás számít, és ez látszik is a csapatokon. Iszonyat feszült mind a két oldal, iszonyatos fizikalitás van a meccsekben, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni ebben az egyensúlyt. Nagy nyomás van mind a két csapaton, mert itt nagyon-nagyon nincs lehetőséget hibázni. A mérkőzésen 16 pontot szerző Tarján Izsák szerint is jelentősen befolyásolta a találkozó alakulását csapatkapitányuk elvesztése. Mindenképpen gratulálni szeretnék a csapatunknak. Szerintem 25 percen keresztül nagyon jól játszottunk, és ez ki is jött az eredményben is, mint lélektanilag érezni lehetett a hangulatot az arénában. Mindenki úgy érezte, hogy bizony mi tovább megyünk az elődöntőbe, de az utolsó 15 perc megváltoztatta kicsit ezt, ugyanis elveszítettük mind Merin Mehmedovicsot az előző meccsen, és Busz Ivánt most nagyjából a 25 percedik fordulón. Itt indultunk el lefelé, kaptuk a pontokat egymás után, minden hármas bevágtak, kaptuk a ketteseket folyamatosan ezek mellé, és nem tudtunk támadni. De azt mondom, hogy a csapatot mindenképpen dicséret illeti, mert jó helyt álltunk. Nyilván van még mit csiszolni, de úgy gondolom, hogy a harmadik meccsen egyrészt visszakapjuk két fontos emberünket, másrészt meg kicsit feldühödve, felbőszülve mehetünk a Gabányiba megszerezni a továbbjutást érő győzelmet. A negyeddöntő további eredményei a következők: TF Budapest Pécsi VSK 83-90, Fót BKG Prima Akadémia 77-72 és Cegléd Vasas Akadémia 84-64. A Pécs és a Cegléd már bejutott a legjobb négy közé. A BKG Fót és az Új Buda MAFS Nyíregyháza mérkőzést szerdán rendezik, akkor dől el, melyik két csapat csatlakozik a már továbbjutó pároshoz.